Jó estét kívánok, ez a Híres Hírek hétfőn este 19 órakor élőben. A híradó elején mutatjuk a kiemelt témákat egy-egy mondatban. Elkezdődött az advent, meggyújtották az első gyertyát Kecskemét főterén és a Műkertvárosban. Együttműködési megállapodást írtak alá az egyetem és a megye képviselői. A végső cél, hogy helyben maradjanak a legjobb szakemberek. Egy férfi életét vesztette, amikor tűz ütött ki egy többlakásos családi ház egyik szobájában Tiszaalpár külterületén. Nem sokkal 7 óra előtt kaptuk a hírt, hogy gyalogost gázoltak Kecskeméten a Petőfi Sándor utca és a Kőhíd utca kereszteződésénél. A járókelő a zebrán akart átkelni, amikor egy személyautó elsodorta. Az elsődleges információink szerint a járókelő, a gyalogos könnyebben sérült meg. A helyszínen még tart a helyszínelés, így ott torlódásra, forgalomelterelésre kell számítani. Azt, hogy hogyan történt a baleset, még egyelőre nem tudjuk. Elkezdődött az advent, meggyújtották az első gyertyát szombaton délután Kecskemét főterén. Dr. Homoki Tamás és Gál József alpolgármesterek lobbantották fel a lángot. Dr. Homoki Tamás és Gál József alpolgármesterek gyújtották meg Kecskemét koszorújának első gyertyáját szombat délután. Több százan gyűltek össze a főtéren azért, hogy együtt, szeretetben töltsék el advent első estéjét. Dr. Homoki Tamás tábunkon keresztül üzent a kecskemétieknek. Egész évben rohanunk, dolgozunk, ilyenkor egy kicsit lassítsunk le. Jön az évvége, jönnek azok az ünnepek, ahol a családok, barátok, ismerősök egy kicsit úgy jobban összemelegednek. Szerintem nem az ajándékozásról, nem a bevásárlásokról, meg ezekről a hétköznapi dolgokról szól ez az időszak, hanem arról, hogy kicsit lassítsunk le, legyünk többet együtt, gondoljunk a szeretteinkre, az idősekre, és pihenjük ki az évvégét egy nyugodt ünnep során. Gál József alpolgármester is szólt a híres város lakóihoz. Gyújtsunk a lelkünkben, a szívünkben is gyertyákat, ami világítson bennünk, és melegítse a szívünket, a lelkünket, és legyünk együtt a szeretteinkkel. És hát a nem ismertek, az ismeretlenek, akik szembejönnek az utcán, feléjük is egy mosolyjal üzenünk azt, hogy itt a szeretet ünnepe közeledik, akkor azt gondolom, hogy mindenkinek jobb lesz ez a következő 4 hét. Az adventi üzenetet Kis János evangélikus lelkész mondta. Továbbá az ünnepi műsorban közreműködtek az M. Bodon Pál zeneiskola tanárai és növendékei, a Glória énekkar, valamint a híres néptánc tanoda diákjai. Lángra lobbant a Műkertváros első adventi gyertyája is. Többek között a helyi ovisok, nyugdíjasok, az önkormányzat, a Kecskeméti Vadaskert és a Baracsi Virágbolt képviselői ünnepelték együtt szombat délután a meghittséggel teli időszak kezdetét. Lévai Jánosné, a körzet önkormányzati képviselője arra buzdította az egybegyűlteket, hogy nézzenek szembe önmagukkal, az ajándék mellé tegyék oda szívüket is, hogy általa igazi értéket adhassanak. A nyugdíjas klub, illetve az óvodások is készültek ünnepi műsorral. Felcsendültek a legismertebb karácsonyi dallamok, az adventi koszorúra pedig a gyermekek által készített díszek is felkerültek. A gyertyagyújtással nem ért véget az ünneplés. Maga a Mikulás érkezett a kicsikhez, aki csupa földi jóval ajándékozta meg őket egy-egy vers ellenében. Több mint 300 Mikulás csomagot sikerült összegyűjteniük a Mézit Mosolyért mozgalom aktivistáinak a rászoruló gyermekek számára. A fiatalok ma délelőtt a Bács-Kiskun megyei kórház gyermekosztályán jártak, ahol minden kisgyermeket megajándékoztak egy-egy csomaggal. Több mint 300 Mikulás csomagot gyűjtött össze rászoruló gyermekek számára a Mézit Mosolyért mozgalom mögött álló 4 kecskeméti fiatal, Ficsor Hajnalka, Fogl Karolina, Hatfi Nóra és Guttyán Zoltán. A csomagok egy részét ma ki is osztották a Bács-Kiskun megyei kórház gyermekosztályán. November 16-án Harkai György kollégánk készített interjút a fiatalokkal, akik saját készítésű mézes süteményt ajánlottak fel minden Mikulás csomagért cserébe.
200 darab finomságokkal teli csomagot szerettek volna eljuttatni az SOS gyermekfalu és a kórház gyermekosztályának rászoruló gyermekeihez. Megkeresésünkkor 80-nál jártak. Ezek már a mai átadó esemény képei. Az ünnepségre eljött Mák Kornél, aki kezdettől fogva támogatta a csapatot. Az alpolgármester hangsúlyozta, sokan vélekednek úgy, hogy a mai fiatalok nem érzékenyek, nem érdekli őket mások sorsa. Mi sem cáfolja ezt jobban, mint a jelen kezdeményezés. A kórház nevében dr. Svébis Mihály főigazgató köszönte meg, hogy a csapat gondolt a kisbetegekre, majd megerősítette, ő sem ért egyet a fiatalokkal kapcsolatos általánosítással. A köszöntők után a játszószobában és a kórtermekben is megkapták a gyerekek a csokikkal és cukrokkal teli zsákokat, valamint a hozzájáró gyümölcsöt. A jövőben a Bács-Kiskun megyei önkormányzat és a Neumann János Egyetem közösen dolgoznak azon, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek a legfrissebb szakmai innovációk, és helyben maradjanak a legjobb szakemberek. Az erről szóló megállapodást hétfőn délelőtt írták alá az egyetem és a megye képviselői. Vonzóbbá teheti Bács-Kiskun megyében az itt élők számára az életet, illetve még élhetőbbé teheti a Bács-Kiskun megyében megtalálható településeket. Ezekkel a szavakkal foglalta össze a ma aláírt megállapodást lényegét Fintaszita, a Neumann János Egyetem kancellárja. Az együttműködés a Bács-Kiskun megyei önkormányzat és az egyetem között jött létre, amely a megye, valamint az oktatási intézmény közös fejlődését szolgálja mától. Bács-Kiskun megyei önkormányzatnak is a legnagyobb feladata a területfejlesztés. És a területfejlesztésben együtt dolgozunk a megye valamennyi polgármesterével, tehát a 118 település vezetővel, és úgy gondolom, hogy ezek óriási lehetőséget adnak az egyetemnek. A megye nem csak a hallgatói utánpótlás szempontjából stratégiai partnere a Neumann János Egyetemnek. A jelenleg zajló gazdasági fejlesztések kapcsán a településeknek szüksége van szakemberekre. 2019-ben indul például a Budapest-Belgrád vasútvonal építése, így a megyében épül az ország legnagyobb logisztikai központja. Az egyetemnek fontos szerepet kell vállalni a logisztikai szakképzésben is. A Bács-Kiskunban Itthon vagy című pályázat mától elérhető az egyetem diákjai számára is. A program lényege, hogy olyan tanulókat támogat a megyei önkormányzat, akik vállalják, hogy tanulmányaik utána megyében helyezkednek el munkavállalóként. De ugyanígy a duális képzésekhez is igyekeznek további partnereket találni. Nem csak a partner cégek számát szeretnénk bővíteni, hanem nyilvánvalóan a hallgatók számát is, akik ezeknél a partner duális cégeknél elhelyezkedhetnének. Mi először, mint hallgató, közös képzés vonatkozásában, majd a cég akár kineveheti őket saját munkatársukká is. A Bács-Kiskun megyei közgyűlés segít a diák és céges toborzásban. Az egyetem cserébe a gazdaság megőrzés, munkaerő megtartás területén nyújt hasznos segítséget a településeknek, valamint cégeknek és civil szervezeteknek egyaránt. A Neumann János Egyetem célja, hogy a kutatási eredményeik minél hatékonyabban célba érjenek, akár az apróbb településeken is. A mai megállapodás, ahogyan azt az aláíráskor is hangsúlyozták, egy új mérföldkő, hiszen ezeket a közös célokat önti hivatalos formába. Szombaton ünnepelt a Neumann János Egyetem GANFKARA az 1968-ban végzett hallgatók diploma átadásának 50. évfordulóját. Ezen alkalommal az intézmény aranydiploma átadó ünnepi kari ülést rendezett. Az eseményen köszöntőt mondott dr. Kovács Lóránt, az NIE GANFKAR dékánja. A rendezvényen 28-an vették át az aranydiplomát az 1968-ban végzett hallgatók közül. A diplomákat dr. Kovács Lóránt, az egyetem GANFKARának dékánja és az egyetem oktatási igazgatója Brinza Attila adták át. Az elnökségi asztalnál ült még professzor dr. Vajnai Tibor, az informatikai tanszék tanszékvezetője. Dr. Kovács Lóránt köszöntötte a vendégeket. Elmondta, 50 esztendő egyszerre ijesztően kevés, és ugyanakkor megrendítően nagy idő, legalábbis az emberélet skáláján mérve. Visszatekintve egy szempillantásnak tűnik, ugyanakkor 50 esztendő egy életmű létrehozására is adatott idő. Két nemzedék megszületésére is elegendő, talán ezért is van kiemelt szerepe évfordulós ünnepeink sorában. Ezért alkalmas a számvetésre, hogy honnan indultunk, hol tartunk és mit kell még tennünk. Az öreg diákok nevében dr. Tercsi Mátyás mondta el ünnepi beszédét, Barta Barbara, az NIE pedagógus képző karának hallgatója Ady Endre üzenet egykori iskolámba című versét szavalta. Elfogták a 101 millió forint értékű költségvetési csalás ügyének gyanúsítottját, aki halottnak adta ki magát.
És kiderült, dr. Ceglédi Csaba a szegedi törvényszék ellen indított polgári perét a kecskeméti törvényszék fogja tárgyalni, de beszámoltak az ítélkezés gyorsító eljárás eredményeiről és az ügyfeleket érintő újdonságokról is, és bemutatták a kecskeméti törvényszék új sajtószóvivőjét a mai sajtóreggelin. A mai sajtóreggelit dr. Sárközi Szabolcs, a kecskeméti törvényszék szóvivője egy régebbi ügy fejleményeinek ismertetésével kezdte. Elmondta, hogy Bulgáriában elfogták azt a Lajos Mizsai férfit, aki a gyanú szerint 101 millió forintos költségvetési csalást követett el. A fiktív számla kiállításokkal kapcsolatos ügyét először 2017 őszén tárgyalták, ahol a vádlott megjelent, de a későbbi tárgyalásokra már nem ment el. Eltűnt a hatóság elől, ekkor körözést és elfogató parancsot rendeltek el ellene. Később Sógora a nagykörösi rendőrkapitányságra bevitte a férfi szerb halotti anyakönyvi kivonatát és a szintén szerb baleseti jegyzőkönyvet, mondván, hogy autóbalesetben a vádlott családjával együtt életét vesztette. A NAV vizsgálatai folytán azonban kiderült, hogy nem halt meg. Végül Bulgáriában elfogták és november 23-án hazahozták. Az okirat hamisítás ügyében pedig eljárás indult. Ismertették, hogy dr. Ceglédi Csaba szegedi törvényszék elleni keresetét a kecskeméti törvényszék vizsgálja majd, személyi szabadságának és egészségéhez fűződő jogainak megsértése miatt indított polgári pert, indokként a büntető eljárásban történt mulasztásokat és a késedelmes ügyintézést hozta fel. A bíróságtól ennek a megállapítását kéri. Ceglédi Csabát és társait költségvetési csalással és gazdasági csalással gyanúsítják. Dr. Bicskei Ferenc, a kecskeméti törvényszék elnöke ismertette a jövő évi jogásznap témáját, ami az orvosi műhiba perekről, az egészségügyi dolgozók és az igazságügy együttműködéséről fog szólni. Elárulták az eljárás gyorsító módszer eredményeit, amely július 1-től könnyíti a bíróság munkáját. Elmondták, hogy november 28-áig 166 ügyet fejeztek be, aminek összesen 193 vádlottja volt. Az ítélet akkor hozható meg az előkészítő ülésen, ha a vádlott a váddal egyező beismerő vallomást tesz, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról. Az újfajta eljárás tehát sikeresen segít az időszerű ítélkezésben. Végül, de nem utolsó sorban pedig bemutatkozott a bíróság új szóvivője, dr. Csorba Petra, aki az igazgatási és civilisztikai ügyekben segíti majd a sajtó munkatársait. Elmondta, hogy az ügyfeleknek a jövőben könnyebb dolguk lesz. Január 1-től az általános nyomtatvány kitöltő programhoz új tartalmú űrlapok jelennek meg a bíróság honlapján. Megrendezték az első kecskeméti híres hipertónia napot a Hotel 3 Gunár és rendezvényházban szombaton. Nem csak a megyéből, hanem az ország más pontjáról is érkeztek orvosok, hogy szakmai ismeretekre tegyenek szert. Hagyományteremtő céllal rendezték meg szombaton az első regionális továbbképző hipertónia napot Kecskeméten. A rendezvény célja, hogy átbeszéljék a szakemberek a betegséggel kapcsolatos mindennapi gyakorlatban kihívást jelentő kérdéseket. Ezáltal is megkönnyítendő a dolgozók közötti szakmai kapcsolatok, barátságok kialakulását. Vidéki hipertónia napokat szervezünk azért, hogy ne csak az országos évente egyszer megtartandó kongresszusunkon legyen lehetőség arra a kollégáknak, hogy napra kész ismereteiket szerezzék meg, hanem helybe véve a tudást helyi hipertónia napok szervezésére is lehetőség nyílik. Dr. Kis Attila főorvos, a Hipertónia Decentrum vezetője azt is elmondta, az alattomos kórkép a néma gyilkos néven híresült el, mivel életfontosságú szerveinket fenyegeti a hipertónia. Ez hazánk legelterjedtebb népbetegsége, mintegy 3-3,5 millió honfitársunkat érinti. Engert Jakabné önkormányzati képviselő köszöntötte a Kecskemétre érkező szakembereket. Elmondta, büszkék a megye orvosaira. A városunk ebben az évben ünnepli 650 éves évfordulóját, és hát az önök 25 éves jubileumi ünnepe is egy rangos eseményként ezzel a konferenciával jelenhet meg Kecskemét város tudományos életében. Dr. Svébis Mihály, a Bács-Kiskó megyei kórház főigazgatója, rendezvény védnöke pedig kiemelte, hogy a rendezvényt több ünnep is övezte. Most egy kettős jubileumról van szó, amit Attila is említett. Egyrészt 25 évvel ezelőtt volt az első kongresszus, aztán van az első kecskeméti kongresszus. Hazánk vezető hipertonológusai mellett a kongresszus aktív résztvevője volt a Kecskeméten kardiológiai iskolát, így a hipertonológia alapjait is megteremtő, ma már nyugdíjas, dr. Tímár Sándor.
35 éves jubileumát ünnepelte szombaton a kecskeméti Korvin Mátyás Általános Iskola, Mátyás Király Általános Iskolája. Az elmúlt évtizedekben az intézmény bebizonyította, hogy az iskolák közötti versenyben kiemelkedően teljesít. 35 éves lett a kecskeméti Korvin Mátyás Általános Iskola, Mátyás Király Általános Iskolája. Dr. Lóci László igazgató szerint az intézmény működésének elmúlt 35 éve remekül alátámasztja Széchenyi István gondolatait. Sok ezer kis erő közös célra egyesülve hasznos és nagy műveket teremt. Hozzátette, ahogy nagy dolgokat alkotni csak is közösen lehet, úgy a mostani ünneplésben is a legszebb az együttlét. Az intézmény vezető véleménye szerint az ünnepségen összegyűlt sokrétű vendégsereg azt is bizonyítja, hogy az iskola nyitott, életképes és tartalmi sokszínűséggel rendelkezik. Büszke arra, hogy az itt tanuló diákok nem csupán angol nyelvben, hanem számos más tantárgyban is méltó ellenfeleik kortársaiknak. Zsámboki Anna, a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója elmondta, a Mátyás iskola ebben a rohanó világban is figyeli a környezetében való változásokat, és ezekhez igazítja a célokat, feladatokat, az új kihívásoknak pedig igyekszik megfelelni. Gál József alpolgármester azt fejtette ki beszédében, hogy mint az élet minden területén, egy város iskolái között is hatalmas verseny van. A Korvin Mátyás Általános Iskola pedig ebben a versenyben kiválóan szerepel. Köszönhető ez egyebek mellett a versenyeredményeknek, vagy éppen a beiskolázási adatoknak. Természetesen az intézmény diákjai is megcsillogtatták tudásukat a rendezvényen, volt, aki verset szavalt, és olyanok is akadtak, akik énekhangjukkal kápráztatták el a közönséget. Szőke legény, görbe lába, igen, ő sem fut utána. 5 napon keresztül ünnepli névadójának születésnapját a Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakgimnázium és Szakközépiskola. Az iskolásokat hangszeres bemutatók, izgalmas előadások és kiállítások is várják péntekig. Az iskola tanulóinak vidám zenéjével, verssel és Kocsis Pál alakjának felidézésével indult útjára az 5 napos Kocsis Napok program sorozata. Az iskola jövőre jubileumi ünnepségre készül. Ahogy körbenézek itt a teremben, senki sem idősebb, mint maga az intézmény. 89 évesek vagyunk. Juhász István igazgató a Vidám programsorozat megnyitóján hangsúlyozta, 1998-ban vette fel az intézmény Kocsis Pál nevét, és azóta minden évben egy héten keresztül ünneplik a névadót. Az idei esemény sorozat egyik igazi színfoltja a diákok által készített adventi koszorú kiállítás, de a gyerekek műfordító versenyen, ütőhangszer bemutatón és még opera bemutatóban is részt vehetnek. Az esemény sorozatot pénteken este a szalagavató ünnepség koronázza meg. Az adventi témakör nem csak a kiállítás kapcsán merült fel. Az ünnepélyes megnyitón fellobbant az első láng az iskola adventi koszorúján is. Radó Vilmos, azaz Vili bácsi születésének 105. évfordulójára emlékeztek szombaton délelőtt tisztelői a Kecskeméti Katona József Színház melletti emléksziklánál. Hivatalosan 2018. november 30-án pénteken ünnepeltük a legendás kecskeméti örökös színi direktor, társulatépítő, Kecskemét város díszpolgárának évfordulóját. 16 éves igazgatása alatt számos ősbemutatót tartott, egy évadban általában 2-3 előadást. A szombati megemlékezésen Cseke Péter, a Katona József Színház igazgatója, és Sirko László színművész, illetve dr. Kriston Vizi József muzeológus a Radó Vilmos törzsasztal és barátai nevében helyeztek el koszorúkat az emlékműnél. Cseke Péter igazgató kezdte a megemlékezést, aki bár személyesen nem ismerhette a művészt, az elregélt történetek alapján mégis közel érzi magához. Vili bácsi indította el Sirkó Lászlót is a színészi pályán, aki az évfordulón személyes történetekkel gazdagította emlékező beszédét. Egy férfi életét veszítette, amikor tűz ütött ki egy többlakásos családi ház egyik szobájában a Bács-Kiskun megyei Tiszaalpár külterületén. Az egyik szobában csaptak fel a lángok, információink szerint az ágy és a rajta fekvő férfi gyulladt meg.
Úgy tudjuk, hogy a középkorú férfi teljesen megégettő életét veszítette annak ellenére, hogy a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A lakásban még az áldozat édesanyja tartózkodott, de ő nem sérült meg. A többlakásos társasházban 14-en laktak, slaggal kezdték oltani a tüzet, majd értesítették a tűzoltókat, akik végül két vízsugárral elfojtották a lángokat. Az egységek a házban három propánbután gázpalackot is találtak. A lakók szerint jó, hogy nem éjszaka volt a tűz, mert a gázpalackok felrobbanhattak volna, a tűzeset körülményeit még vizsgálják. Immár ötödik alkalommal rendezték meg az Uszonyos Úszók világtalálkozóját. 8 országból közel 300-an álltak rajthoz a hétvégén a kecskeméti fürdőben. Egyebek mellett Oroszországból, Ukrajnából, Szlovákiából, Horvátországból és Ausztriából érkeztek fiatalok a híres városba. Egymás után ugrottak a vízbe a versenyzők a hétvégén a kecskeméti fürdőben. Közel 300 fiatal vett részt az 5. Úszonyos Úszók világtalálkozóján. Többek között Oroszországból, Ukrajnából, Szlovákiából, Horvátországból és Ausztriából érkeztek fiatalok a híres városba. Juhos Gergely, a Bács-Víz Kvsc búvárúszó szakosztályának vezetője elmondta, erre a versenyre nagy szükség van. Ez egy hiánypótló rendezvény. A mi sportágunkban a felnőtt, illetve junior kategóriának van világversenye, tehát világbajnokság, Európa-bajnokság, viszont a fiatalabb korosztályok számára nincsen ilyen nemzetközi verseny. És pont ezért indítottuk el ezt a sorozatot, hogy a fiatalabbnak is nemzetközi szinten megmérettetési lehetőséget biztosítsunk. Szenes Márton, a Híres Sport Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója megnyitó előtt elmondta, Kecskemét az egyik első hely volt az országban, ahol elindult ennek a sportágnak a képzése, és hol is rendezhetnék meg ezt a versenyt, mint itt a híres városban. Nagy örömünkre elérte a kecskeméti versenyúszoda az 5 csillagos nemzeti védjegy minősítést. Ez bizony azt jelenti, hogy komoly nemzetközi versenyeket is meg lehet itt rendezni. Akkor pedig miért ne csináljuk Kecskeméten? Az utánpótlás nevelés mindig is nagyon fontos volt, az uszonyos úszás pedig különleges sikereket ért el. Ennek a versenynek itt van a legjobb helye. A világtalálkozón a kecskemétiek 23 versenyzővel álltak rajthoz, akik összesen 1 arany, 5 ezüst és 6 bronzérmet szereztek. A fiatalok a csapatok között az előkelő 3. helyért járó kupát vehették át. A híradó végén összefoglaljuk a mai híradó legfontosabb témáit még egyszer röviden. Elkezdődött az advent, meggyújtották az első gyertyát szombat délután Kecskemét főterén. Dr. Homoki Tamás és Gál József alpolgármesterek lobbantották fel a lángot. Együttműködési megállapodást írtak alá az egyetem és a megye képviselői. Fintazita kancellár elmondta, a cél az, hogy vonzóbbá tegyék a megyében élők számára az itt létet, illetve még élhetőbbek legyenek a megye települései. Több mint 300 Mikulás csomagot gyűjtöttek össze a Mézit Mosolyért mozgalom aktivistái a rászoruló gyerekeknek. A csomagokat ma osztották ki a kisbetegeknek a Bács-Kiskó megyei kórház gyermekosztályán. Egy férfi életét vesztette, amikor tűz ütött ki egy többlakásos családi ház egyik szobájában Tiszaalpár külterületén. Az egyik szobában csaptak fel a lángok, információink szerint az ágy és a rajta fekvő férfi gyulladt meg. A híradót látták, a hírórát most folytatjuk a kiemelővel, amelyben ma megmutatjuk, hogy hogyan lett úrrá karácsonyi láza kecskemétieken. Advent első vasárnapján kollégáim annak is utána jártak, hogy hogyan készül a karácsonyra Kecskemét, de beszámolunk dr. Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek Hunyadi Mátyás egyházpolitikájáról és vallásosságáról írt könyvéről, és a nap vendége dr. Csorba Petra, a kecskeméti törvényszék új sajtószóvivője lesz, aki beszámol egyebek mellett az ügyfeleket érintő változásokról, jövőbeli terveiről, valamint az aktuális peres eljárásokról. Ha lemaradtak híreinkről, akkor azokat újra tudják olvasni a hírportálunkon, a címhíres.hu, vagy meg tudják nézni a híradó ismétlését. 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7:30-9-kor. És valamennyi műsorunkat, így a híradót is újra tudják nézni a kecskemétitv.hu weboldalon. Friss híradóval legközelebb holnap este a szokott időpontban 7 órakor várjuk Önöket.
tartsanak velünk akkor is. Most köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Holnap reggel ne felejtsük otthon az esernyőket, mivel csapadékos időre kell számítanunk. Az erősen borult időben a légmozgás kezdetben csendes marad, ám a délutáni órákra felerősödik az északnyugati szél. A sofőröknek munkába indulás előtt nem kell majd szélvédőt takarítaniuk, mivel a fagy elkerül bennünket. Hajnalban 3, délután 8 fokot mérhetünk majd. Szerdán éjszaka hózáporra kell készülnünk, napközben azonban felszáradnak az utak, és még a napot is láthatjuk olykor. A hajnali erős szél fokozatosan gyengülni fog. Aki reggel indul útnak, óvatosan közlekedjen a csúszós utakon, napközben 6 fokig fog felmelegedni a hőmérséklet. Csütörtökön nem kell számítanunk sem csapadékra, sem erős szélre, azonban nagyon hideg lesz. A sapka, sál és a kesztyű legyen nálunk, mivel hajnalban mínusz 5 fokot mérhetünk majd. Napközben csupán 3 fokig fog felmelegedni a hőmérséklet. Évvel ezelőtt, 1968. december 3-án a Kecskeméti Kodály Kórus jubileumi ünnepségéről számolt be Bács-Kiskun megye napilapja, a Petőfi Népe. A Városi Művelődési Házban megtartott rendezvényen megalakulásának 80. évfordulóját ünnepelte az abban az időben még csak férfiak alkotta énekkar. A jubilálók nevében az együttes titkára Barta Mihály előbb üdvözölte a megjelenteket, majd ismertette a 8 évtized sikerekben gazdag történetét. Ezt követően Heltai Nándor köszöntötte a kórus tagjait, azután a városi és a megyei vezetés emlékserlegét és elismerő oklevelét nyújtotta át Galamb Lajosnak, a férfikar elnökének. A Hírösváros népművelési felügyelője az együttes 3 veterán tagjának, Budrica Sándornak, Kerekes Istvánnak és Bodac Józsefnek egyéni jutalmakat is átadott. A Kisipari Szövetkezetek Szövetsége nevében Fekete László megyei elnök kívánt további sikereket az énekkarnak. Majd az ünnepi hangversenyen résztvevő kórusok vezetői díszes szalagot kötöttek a Kodály Kórus zászlajára. Az est folytatásában kórusművek csendültek föl. Az ünneplő együttes Zsiga László karnagy vezetésével nagy tetszést aratva énekel. És ahogy ígértem, már is folytatjuk a hírórát a kiemelővel. Jó estét kívánok! A stúdióban már itt van dr. Csorba Petra, a Kecskeméti Törvényszék új sajtószóvivője, aki beszámol egyebek mellett az ügyfeleket érintő változásokról, a jövőbeli terveiről, valamint az aktuális peres eljárásokról. Aztán részletes betekintést kaphatnak arról, hogy hogyan kezdi az adventi időszakot Kecskemét és a kecskemétiek, valamint bemutatjuk önöknek dr. Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek Hunyadi Mátyás egyházpolitikájáról és vallásosságáról írt könyvét. Érdemes lesz, tartsanak velünk!
Dr. Csorba Petra, a Kecskeméti Törvényszék újonnan kinevezett sajtó szóvivője a vendégünk. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Ugye az ön debütálása mai sajtó reggelivel indult, ami azért nem szokványos a Kecskeméti Törvényszék életében. Általában nagyobb horderejű ügyeknél összehívják a sajtóképviselőit egy kötetlenebb beszélgetésre. Ma inkább egy a fejlesztésekről, az elért eredményekről és az új sajtó szóvivőről szólt ez a sajtó reggeli. Ez ezen túl így lesz, egy kicsit nyitottabb lesz a törvényszék a jövőben? Igen, tervünk a jövőben is az, hogy ezekre az alkalmakra egyre gyakrabban kerüljön sor. Úgy gondoljuk, hogy az ügyfelek felé mindenképpen kommunikálni kell a változásokat, illetve azok az ügyek, amelyek törvényszékünkre kerülnek, mint büntető, mint polgári ügyszakban, és a sajtó érdeklődésére tarthatnak számot, ezekről is érdemes beszámolnunk. Sajtószóvivőként szerintem nagyon hálás feladatot kapott ma reggel, mert a Kecskeméti Törvényszék azon túl, hogy nagyon jó számokról tud beszámolni, az ügy számokat tekintve, a maga a bírósági rendszerben is új fejlesztések vannak. Beszéljünk a digitális irányba történő fejlesztésekről. Hogyan érinti ez az állampolgárok vagy a hivatali élet mindennapjait? Igen, tehát egyrészt az elmúlt években ugye nagyon sok olyan jogszabályváltozás, olyan normatív háttér alakult ki a bírósági eljárások vonatkozásában is, amely megkövetelte azt, hogy az ennek megfelelő technikai, informatikai háttér kialakuljon. Gyakorlatilag ennek az előkészítése az, hogy ez a jövőben megfelelően tudjon működni, ennek az előkészítésére és megvalósítására indult most a digitális bíróság projekt. Ez egy országos, az egész bírósági szervezetet érintő projekt. Az Európai Unió finanszírozásában kerül megvalósításra. Ezt úgy kell érteni, hogy önmagában egy ügyirat, ami eddig papíron, és hát rögtön a lényegénél ragadom meg, tehát hogy egy papírmentes ügyintézés jön létre, ami egy azon túl, hogy költséghatékonyabb, gyorsabb feldolgozást tesz lehetővé? Igen, mindenképpen gyorsabb, hatékonyabb eljárás elősegítése a cél, illetve az, hogy a bírósági ügyek minél hozzáférhetőbbek, minél elérhetőbbek legyenek az ügyfelek részére is. Ez tehát az ügyfelek részére is megkönnyíti az ügyintézést, az adminisztratív terheket a bíróságok számára is csökkenti, és ezáltal valósulhat meg egy koncentráltabb, hatékonyabb eljárás. A Kecskeméti Törvényszék mindig, én már használtam azt a szót, hogy jó számokat produkál. Ugye a mai híradóban is, itt a mai sajtóreggeliről beszámoltunk, és elhangoztak számok, hogy mennyi ügyszámot zártak le az elmúlt időszakban. Valami tényleg így kívülállóként, laikusként is mondva jól működik ezen a törvényszéken. Minek köszönhető ez? Sokkal több ügyet tudnak elterelni a peres eljárás felől? Tehát kvázi a bíróság kapacitása is így felszabadul? Alapvetően a jogszabályváltozások célja is az, hogy az eljárások minél rövidebb időtartamok legyenek, minél gyorsabban befejeződjenek, és minél gyorsabban döntéshez jussanak az ügyfelek. Nagyon sok olyan új jogintézmény van már, most már eddig működött polgári eljárásban a mediációs eljárás, ami már több éves múltra tekint vissza, és bizony nagyon jó pozitív eredményeket tudunk felmutatni ezen a téren is. Most már, amiről ma is sajtószóvivőtársam beszámolt, hogy büntető eljárásban is léteznek olyan jogintézmények, amelyek elősegítik ezt a célkitűzést. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egyfajta békés peren kívüli úton valahol ügyvédek előtt megállapodnak a felek, és a bíróság teljes mértékben ki lesz hagyva a folyamatból? Nem, a bírósági közvetítés is, és a büntetőeljárásban alkalmazott intézmények és a bíróság berkein belül történnek, illetve ott zajlanak le. Annyi, hogy egy például bírósági eljárásban a mediáció, mint per elterelő eljárás működik, és az eljárás jogi keretektől mentes ügyintézésről beszélhetünk, tehát nem azok a szigorú szabályok érvényesülnek, mint mondjuk egy perben. Ha a Kecskeméti Törvényszéknek mondjuk az elmúlt évét nézzük, akkor ugye voltak hatalmas nagy megaügyek, akár itt az úgynevezett halálkamionnak az ügye is, ami most már ugye Szegeden van. És emlékszem, itt a híradóban is beszámoltunk arról, hogy ha úgy alakul a dolog, akkor akár ez még vissza is kerülhet a legrosszabb esetben, de szerencsére az a jellemző, hogy a Kecskemétről elkerült ügyek,
azok megalapozottak, és nem kerülnek a legtöbb esetben ide-vissza. Ez azt jelenti, hogy itt egy nagyon jó minőségi munka folyik ezen a bíróságon? Igen, mindenképpen erre törekszünk, hogy színvonalas és a megalapozottsági mutatók kedvezően alakuljanak, tehát egy színvonalas ítélkezési munkára törekszünk, és valóban az elmúlt években több olyan büntető úgy fordult meg a törvényszéken, amelyben ezek igen jó mutatókkal rendelkeztek, tehát kevés ügyben, sőt meg a ügyek tekintetében nem is került hatályon kívül helyezésre sor. Ön úgy lett sajtószóvívő, hogy önmagában, mint bíró is dolgozik a törvényszéken, tehát kívülről, belülről ismeri a rendszer működését. Ez az utolsó kérdésem, mik azok a főbb célkitűzések, amit mint sajtószóvívő szeretne megvalósítani? Én abban látom most a bíróság ügyfelekkel való együttműködésének jövőjét, hogy mindenképpen nagy hangsúlyt kell fektetnünk a napra kész, pontos, világos és közérthető információ átadásra. Tehát sokszor még a bíróságok számára is nehezen követhető nyomon a jogszabályi háttér változása, illetve az újítások. Hogy ne lenne ez nehéz az ügyfeleknek nyomon követni. Tehát erre törekszünk, hogy ez minél gördülékenyebben megvalósuljon. Mi pedig ezt nyomon fogjuk követni. Dr. Csorba Petrának köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen. Folytatjuk a kiemelőt. Úrrá lett a karácsonyi láz a kecskemétieken is. Advent első vasárnapján már is tele voltak a nagyobb bevásárlóközpontok. A kecskeméti televízió munkatársai utána jártak ki, hogyan készül a karácsonyra. Karácsonyi pompával várja az ünnepekre készülőket Kecskemét belvárosi bevásárlóközpontja. Bár még 4 hét van Szentestéig, már most sokan keresgélik a legtökéletesebb ajándékot szeretteik számára. Számos bolt leértékeléssel lepi meg a vásárlókat. Mi azért jöttünk el, hogy szétnézzünk, mert igen, mert Félegyházáról jöttünk, és ott ugye azért nincs annyi lehetőség, aztán gondoltuk, hogy itt lesz valami, és hát igazából találtunk is. Őszintén még én nem gondoltam ki, hogy mit szeretnénk igazából. Még csak így most gyűjtöm az ötleteket, meg hogy mások mit vesznek éppen, vagy mit gondoltak ki, és akkor hát igazából még így vagyok. De nem csak a nagyobbak, hanem az egészen kicsik is élvezik a karácsonyi hangulatot a családokban, a városban és a boltokban. A 2,5 éves Márton egyáltalán nem telhetetlen, eléggé nagy skálán mozoghat majd a Jézuska az ajándékai terén. Mit kérsz karácsonyra? Ajándékot. Marci nagymamája gyorsan felkapta az unokáját, és már is elmesélte nekünk, hogy mi áratban vannak a bevásárlóközpontban. Apuka meg az anyuka vásárol, mi egy kicsit a főtéren sétáltunk, megnéztük a templomot, gyújtottunk mécsest, igaz, Marci? Uh-huh. Igen. Megnéztük a nagy-nagy karácsonyfáját a városnak. Anya meg apa meg vásárolnak, igaz? Igen. És ön hogyan készül a karácsonyra? Hát most munkával egy kicsit, hogy itthon vannak, egy kicsit készültünk, nézelődtünk, mézes kalács. Marcika sütött már mézes kalácsot? Sütöttél? Kivel sütötted a mézes kalácsot? Anyucival? Uh-huh. Igen. És milyen mézes kalácsot sütöttetek? Szarvas? Uh-huh. Szarvas, jól van. A bevásárló központban nagyon sok családot láttunk, akik együtt nézelődtek és ötleteltek, hogy kit, mivel lepjenek majd meg karácsonykor. Vásárolni jöttünk a nagyfiúknak valami adventi, valami karácsonyi ajándékot, és valami jó kis jacket, a meleg jacket ebbe a hidegbe. Hogyan készülünk a karácsonyra? Hát elsősorban szeretettel egymással, egymással való időtöltésre próbálunk odafigyelni ebbe az adventbe. Elcsendesedni egy kicsit. Hát megpróbálunk minél szebben és jobban készülődni. A kicsi fiú nagy örömmel mutatta meg nekünk, hogy milyen kabátot is kapott karácsonyi előajándékként. Tímár Dóra, az egyik üzlet eladója elmondta, hogy mindenkit nagy örömmel fogadnak, aki betér hozzájuk. Legtöbben most éppen adventi koszorút és adventi gyertyákat vásárolnak, mivel ma van advent első vasárnapja, és ez most a legfontosabb számunkra, de lassan közeledik a karácsony, és akkor most már a gömböket is, és az apróbb, kézzel készíthető ajándékokat is viszik.
Ez a bolt az, amelynek dolgozói minden vasárnap kedveskednek a kicsiknek. Van egy újfajta kézműves foglalkozásunk, amit most a mai nappal indítottunk el. A lényeg az, hogy felhívjuk mind magunkra a boltra a figyelmet, és a kicsi gyerekekkel való foglalkozás, hogy ők kézzel tudjanak készíteni a szüleiknek, családtagjaiknak ajándékokat. Ezt a második emeleten tehetik meg minden vasárnap egészen 23-áig. Tehát most már hivatalos, Kecskeméten úrrá lett a karácsonyi láz. Mindenki azon van, hogy minél hangulatosabbá tegye otthonát, és minél több időt töltsön el szeretteivel az elkövetkezendő 4 hét alatt. Hunyadi Mátyás egyházpolitikájáról és vallásosságáról írt könyve dr. Bábel Balázs, Kalocsak kecskeméti érsek. A mű megszületésének apropóját az idei Mátyás király emlékév adja. Dr. Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek diákívei óta szereti a történelmet. Hunyadi Mátyást nem csak a mesékből, hanem a történelmi írásokból is jól ismeri. A király egyházpolitikája nem tartozik a legkutatottabb területek közé. Az érsek atya legújabb Mátyás király egyházpolitikája és vallásossága címet viselő könyvében ezt a hiányt igyekszik pótolni. Ebben az esztendőben, igaz, vége fele jár már a kormány és a kulturális minisztérium által Mátyás évet tartottunk szerte az országban. Ez a trónra lépésének 660. születésének 675. évére esik Hunyadi Mátyásnak. Sokfelé megemlékeztek róla, előadások a korabeli viszonyokat, gazdaságpolitikáját, hadseregét, korvináit, kulturális tevékenységét elemezték és emelték ki. Úgy éreztem, hogy ennek a témakörnek, amelyet én földolgoztam, hiány vagyunk, ugyanis Mátyás király egyház politikáját és vallásosságát emeltem ki, hát azért is, mert ez áll hozzánk legközelebb. A Mátyás mítosz olyan mélyen él az emberekben, hogy máig vannak, akik a király szenti javatását szorgalmazzák, mondta az érsek. A könyv némiképpen lebontja ezt a túlidealizált képet, és igyekszik igazságot tenni Mátyás király alakjával. Azt szoktuk mondani, hogy Mátyás király halálával odalett az igazság. Ha egy ilyen visszatekintéssel ünnepeljük Mátyás királyt, akkor fontos, hogy igazságokat mondjunk ki az ő életéről, uralkodásáról. Semmiképpen sem egy ilyen hőstelenítés, de heroizálás volt a célom, hanem az, hogy lássuk meg, hogy mi az, ami Mátyás korában értékelhető maradandóan, és mi az, ami a történelemnek a hordaléka. És mint minden embernek vannak olyan cselekedetei, amit nem lehet példaként felállítani, ugyanígy Mátyásra vonatkoztatottan is. Mátyás királynak az egyház politikája, ha szigorú nagyit alá tesszük, akkor az egy olyasfajta egyház politika volt, ami elsődlegesen az ő érdekeit szolgálta. Legyen az a főpapok kinevezése, az egyházi intézményekkel való gazdasági nyereség vágyból is föntartott kinevezés, illetve ki nem nevezés. Erről keveset szoktak szólni, mert valahol beburkoljuk őt a népességnek a világába. Tehát azt jelenti ez, amit az imént mondtam, hogy ő a fő kegyúri jogán, amit Szent Istvánra, sőt, Szűzmáriára vezetett vissza, saját jogon kinevezte a főpásztorokat. Néha egészen érdekes kinevezései voltak a rokonságából, 7 éves, 17 éves gyereket is, amivel kivívta természetesen a korabeli pápáknak a nem tetszését. Hogy miért lett ilyen egyoldalú Mátyás király megítélése, arra az érsek atya szerint a tágabb történeti kontextus ad választ.
Mátyás azért lett olyan óriás a magyar nép szemében, mert nem sokkal Mátyás halála után kezdődött a török hódoltság ideje. Mohácsi csatával, szörnyű pusztításával, mindenféle anyagi, emberi és egyáltalán ország pusztulásával azt élték meg az akkori emberek, hogy bezzeg, amikor Mátyás élt, de más idő volt, már elfelejtették, hogy nagyon nagy adókat vetett ki, hogy igen, szigorú volt, hogy sokszor saját érdekeit kereste, de volt létbiztonság, anyagi biztonság, és virágzott a kultúra, amit kétségtelen el kell ismernünk. És innét visszatekintve Mátyás alakja fölmagasztosodott, és ő lett az a magyar uralkodó, nemzeti királyunk, aki szuverén ember volt, de ugyanakkor az országnak békességet és biztonságot teremtett. A kiemelőben most a magazinműsorunk következik, ma a Kedvenc című magazint láthatják. Üdvözlöm Önöket! Újra jelentkezik a Kecskeméti TV kisállatmagazinja, a Kedvenc. Fontos, hogy a hideg időben négylábú barátainkra is odafigyeljünk. A kecskeméti menhelyen jártunk, ahol Bíró Andrával arról beszélgettünk, hogyan tartsuk kedvenceinket a téli időben. Itt a tél, jönnek a mínuszok, ilyenkor mindenki felveszi a téli kabátját, otthon pedig alaposan befűt. Azonban a négylábú családtagokra is oda kell figyelni a hideg időben, főleg a kinti kutyákra. A kecskeméti menhelyen jártunk, ahol több mint 300 kutyus lakik jelenleg. A menhely egyik munkatársát kérdeztük a téli kutyatartásról. Kétféleképpen tartjuk a kutyákat, vagy kinti udvari kutyánk van, vagy bent lakásban. Nyilván valami, ami bent van lakásban, őket leviszik sétálni, önálluk ilyenkor a hőmérséklet különbségekre kell figyelni, tehát fölöltöztetik ruhába, oda figyelnek, hogy ne fázzon meg, ne igyon hideget, nehogy köhögjön a kutyus. Őnekik egy kicsit könnyebb helyzetük van, mert azok a kutyák utána a nap többi részében melegben vannak, de azok a kutyák, amik kint vannak udvaron, kertben, vagy az utcán kóborolnak, őnekik ugye ez az idő nagyon nagy nehézséget jelent, nagyon megviseli őket, nagyon hideg van. Fontos, hogy télen egy fagymentes részt biztosítsunk a kutyáknak, hogy a nagyon hideg időben vissza tudjanak húzódni egy biztos helyre. Ha a gazdik nem tudják megoldani, hogy beengedjék a lakásba, garázsba, akkor legalább egy szigetelt háza legyen a kutyusoknak. Valamint az ételre, italra is oda kell figyelni. A kutyák elbújnak este, elhúzódnak, alszanak, de kell egy olyan helyet biztosítanunk a kertbe nekik, ahol viszonylag fagymentes környezetet tudunk biztosítani. Szoktuk ajánlani az örökbefogadóknak, hogy garázsba, fászínbe egy olyan helyen tegyenek egy kutyaajtót, és még azon belül egy kutyaházat, ahol a mínusz 8, mínusz 10 fokba és legalább 0 fokot tudnak neki biztosítani. Nagyon fontos, szoktuk kérni, a kutyaházakba tegyenek szalmát, rongyot, meleg dolgokat, meleg holmikat, amit a kutya, ami tud rá segíteni, úgymond a hő fenntartásában, tehát hogy ne fagyjon meg, ne fázzon meg az állat. Törvény tiltja, hogy láncon, kennelben tartósan nem lehet tartani az állatot. Biztosítani kell nekük azt, hogy megfelelő területen tudjanak mozogni, ezáltal tudnak hőt termelni. Nagyon fontos ilyenkor az itatót is, naponta legalább 2-3-szor nézzék meg, ha be van fagyva, akkor langyos vizet kell neki biztosítani, hogy tudjon inni az állat, ne fagyjon. Tehát a befagyott vízből ugye nem tud folyadékot venni. Ha már megtörtént a baj, és megfázott a kutyus, vagy elkezdett kihűlni, minél előbb állatorvoshoz kell fordulni. Ilyenkor nagyon sokszor ugye megfáznak a kutyák, ha szaladnak, nagyot szaladnak, és hirtelen isznak a hideg vízből, akkor megfázik a torkuk, köhögnek, és az ilyesmi tüneteket, hogyha tapasztalunk, akkor vigyük orvoshoz. Sajnos még ilyen kis csudajószágokat is találunk az utcán, a nem kell, és a fölösleges szaporulat, úgymond a véletlen gyerekek. Ezeket sajnos kidobják az utcára, az ilyen kis kutyukákra is nagyon kell figyelni. Nekünk is van egy fűtött házunk, ahol ugye ők bent vannak, mert nem szeretjük őket ebbe a mínusz 8, mínusz 10 fokba kintartani őket a kennelbe. Ez a kis csöpség, aki Bíró Andrea kezében látható, pár napja került a telepre testvéreivel együtt.
Miután megkapják a kötelező oltásukat, ők is várják az igazit, aki hazaviszi őket egy szerető otthonba. De nem csak az örökbefogadókat várják a menhelyen, lehet jelentkezni mentornak is. A mentoroknak az a lényege, hogy ők majdnem minden szombaton, de amikor csak tudnak, jönnek szombat délelőtt, várjuk őket, ez a mentor délelőttünk. Van 3 játszóterünk, kiviszünk egy-egy udvart, azokat megmozgatják, játszanak velük, simogatják, szeretgetik őket, egy kicsit nevelik őket, fölkészítik őket arra, hogyha egy családba kerülnek, akkor hogy kell viselkedni. Vannak olyan mentoraink, akik rendszeresen járnak, ők nem udvarokba mennek ki fárasztani őket, hanem egy-egy kutya az övéké, és minden héten ugyanazokat a kutyákat mozgatják le, és ők viszik sétálni, forrászhoz szoktatják a kutyákat, és ővelük dolgoznak rendszeresen hétről hétre. Várják tehát a mentorokat és az örökbefogadókat, de természetesen minden segítség jól jön. A hideg téli időben például jól jönnek a ruhák, takarók vagy a tápadomány. Továbbá nagyon fontos, ha bajba jutott, kitett, fázó állatot látunk, ne menjünk el mellette, próbáljunk meg segíteni rajta. Ellátogattunk a kecskeméti vadaskertbe, ahol ezúttal a gyerekeké volt a főszerep. Neves alkotóművészek tartottak kreatív foglalkozást a kicsiknek. Országosan is egyedülálló kezdeményezés indult a kecskeméti vadaskertben. Egy héten át neves művészek tartanak foglalkozásokat iskolás gyerekeknek, amelyek középpontjában a természet áll. Ezzel a kicsik közelebb kerülhetnek a természethez, miközben különleges alkotásokat készítenek. A program megnyitóját hétfőn tartották a Vadaskert hüllőházában. A gyermekek, az állat és növényvilág és a művészet találkozik ezen a héten, ami azt jelenti, hogy egy alkotói művész csoport ajánlotta azt a lehetőséget, 9 fő, országos hírű, legkülönbözőbb szakágakban lévő művészek, hogy ők egy hétig eljönnek ide a Vadaskertbe, ők is alkotnak természetesen az itt látottakból, de tartanak iskolás gyerekeknek délután foglalkozásokat, amelynek a tematikája az állat és növényvilág, és ezekből az alkotásokból összejött, kiválogatott, kiállítási anyagot pedig kiállítjuk a hétvégén, szombaton. És ez itt maradhat kiállításként, és még amellett még egy olyan dologban is megállapodtunk a művészekkel, hogy a művészek saját alkotásaikból, amik itt készültek vagy a vadaskerthez kapcsolódóan, majd egy-egy alkotást is felajánlanak a vadaskertnek, amelyből egyébként várhatóan jövő évben lesz a művelési központban egy kiállítás is külön. Hétfőn délután a kertvárosi általános iskola tanulói érkeztek az állatkertbe. Két csoportban zajlott a foglalkozás, az egyik csoport először körüljárta az állatkertet, a gyerekek másik fele pedig azonnal hozzálátott az alkotáshoz. A kicsik hatalmas lelkesedéssel kezdték a festést, vágást, rajzolást. A kreativitás fejlesztése mellett sok mást is tanulhattak az iskolások a foglalkozások során. Többféleképpen közelíthetünk. Egyrészt azt, hogy már magába az állatkertbe, hogyha eljönnek, akkor más szemszögből nézik az állatokat, tehát egy kicsit részeseivé válnak a természetnek. Ha a művészetek oldaláról, akkor egy kicsit a művészeten keresztül látják az állatokat, és ha a kettőt ötvözzük, akkor bízunk benne, hogy egy teljesen más szemlélettel fognak idejönni. Nyilván nekünk az a törekvésünk, hogy minél jobban szeressék az állatokat, minél jobban részesei legyenek a természetnek, hiszen a jövő arról szól, hogy hogyan tudjuk megőrizni a környezetünket, a természetet. Országosan is elismert alkotók veszik szárnyaik alá a kecskeméti gyerekeket. A Vadaskert 2018 elején kötött együttműködési megállapodást a Ligeti Erika digitális alkotóműhellyel, amely keretében a művészek az alkotás mellett oktatási, tehetséggondozási tevékenységet is végeznek, nagy hangsúlyt fektetve a természetművészetre. Mikor ez a szerződés létrejött köztünk a digitális alkotóműhely és a Vadaskert között, akkor arról volt szó, hogy mi gyerekfoglalkozásokat tartunk. Na most itt mindenki, aki itt van művész, mind a 9-en, a képző, illetve iparművészetnek a csúcsairól jöttek, de mindenki már foglalkozott gyerekekkel, és azért nem tudok egyfélt mondani, mert mindenki más módon foglalkozik a gyerekekkel, de ugye minden állatot szeretnek a gyerekek, csak éppen az a készségük nincs meg, hogy fogják meg őket. És ebben segítünk nekik, hogy eszközöket adunk.
Tehát amivel tudnak mit kezdeni, szellemileg, fizikailag, hogy hogyan is kell megfogni az állatokat, vagy a természetet. A mai foglalkozáson állatok körvonalát festhették ki a gyerekek, valamint különböző elemekből álló mozgatható állatokat csinálhattak színes papírból. Ez most mind a három csoportnak jó, ugye elsősorban a gyerekeknek. Szerintem a gyerekeknek ez egy rendkívül nagy élmény. Az, hogy eljönnek ide, és délutánonként, 2-3 órában tevőlegesen együtt dolgoznak országos hírű művészekkel, szobrászokkal, grafikusokkal, festőkkel, és különféle művészeti alkotásokat hoznak létre, és őtőlük hajlanak olyan dolgokat, amit szerintem legfeljebb televízióban tudnának, egyébként máshol sehol se, ez egy rendkívül lehetőség, és nyilván a gyerekek kapnak egy nagyon komoly ízelítőt abból, hogy mit is jelenthet az emberek számára egy normális növény és állatvilág, hogyan éljünk együtt az állatokkal, növényekkel, tehát ahogy mostanában divatos mondani, a környezettudatosságot szerintem erősíti a gyerekekben, illetve most próbáljuk majd kialakítani. Az egyedülálló kezdeményezés, amely az állatvilág, a művészet és a gyermekek találkozásáról szól, még egy héten át tart a Kecskeméti Vadaskertben. Az itt készült alkotásokat pedig majd egy kiállítás formájában lehet megtekinteni. Ennyi volt már a kedvenc, köszönjük a figyelmet! 2 hét múlva ismét jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is! Viszontlátásra! És ennyi volt a híróra mára, mielőtt elköszönünk, még megmutatjuk a mai híradó legfontosabb témáit, egy percben következik az Esti Gyors. Elkezdődött az advent, meggyújtották az első gyertyát szombat délután Kecskemét főterén. Dr. Homoki Tamás és Gál József alpolgármesterek lobbantották fel a lángot. Együttműködési megállapodást írtak alá az egyetem és a megye képviselői. Fintazit a kancellár elmondta, a cél az, hogy vonzóbbá tegyék a megyében élők számára az itt létet, illetve még élhetőbbek legyenek a megye települései. Több mint 300 Mikulás csomagot gyűjtöttek össze a Mézit Mosolyért mozgalom aktivistái a rászoruló gyerekeknek. A csomagokat ma osztották ki a kisbetegeknek a Bács-Kiskó megyei kórház gyermekosztályán. Egy férfi életét vesztette, amikor tűz ütött ki egy több lakásos családi ház egyik szobájában Tiszaalpár külterületén. Az egyik szobában csaptak fel a lángok, információink szerint az ágy és a rajta fekvő férfi gyulladt meg. Egy arany, 5 ezüst és 6 bronzérmet szereztek a kecskeméti fiatalok az 5. úszonyos úszók világtalálkozóján. A fiatalok a csapatok között a 3. helyért járó kupát vehették át. Közel 300-an álltak rajthoz a hétvégén a kecskeméti fürdőben. Ez volt a híróra, holnap is várjuk Önöket friss műsorral, 7-kor kezdünk a híradóval, azután pedig itt a kiemelőben elmondjuk a hírek hátterében álló információkat, érdekességeket. Számítunk tehát holnap is a figyelmükre, további szép estét, jó tévézést kívánok, viszontlátásra!